Azóta is tető nélkül áll a hatalmas disznó olvárdom közelében. A két férfi 2007-ben lopta el a fémtető szerkezetét. Egy héten keresztül naponta kimentek a sertéstelepre, hogy kisebb részletekben szedjék le a tetőt. Egyszer egyikőjük családjával közösen indultak el lebontani a 46 méter hosszú épület fém tetőszerkezetének még megmaradt részét. Az egyik ilyen alkalomkor, amikor a tetőszerkezetet próbálták elvinni, akkor a gépjárműben várakozott az egyik vádlott élettársa, illetve kiskorú gyermekei is, akik végignézték, ahogy az élettárs vádlott éppen a tetőt bontja. Szinte az egész tetőt összesen közel 340 négyzetméternyi fémet bontottak le az épületről, amikor a szomszédos szánton dolgozó traktoros észrevette őket. Ő értesítette a telephely vezetőt, aki egyből hívta a rendőröket. A bíró most az ítélethozatalkor figyelembe vette, hogy egy mohácsi fémtelepen később megtalálták az eladott tetőelemeit, és azt is, hogy a két férfi korábban már többször is volt büntetve. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától 3 évi eltiltásra ítélte. Azért csak az egyik tolvajt ítélték el, mert a társa azóta már Hollandiában ül börtönben. A szekszárdi bíróság ezért a kiadására vár. A másik férfi ítélete jogerőre emelkedett.